Idézem a kormány szóvivőt, jól látszik, hogy a kormány intézkedései súlyosan sértik egyes gazdasági szereplők pénzügyi érdekeit, ahogy ezt az imént is hallhatták. Ilyen intézkedés tehát a rezsicsökkentés, a reklámadó vagy az agrártámogatás rendszer rének átalakítása. Seszták Miklós személyét érő sorozatos lejárató cikkeket ennek tudjuk be. Szigetvári Viktor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön bár cikkeket nem írt, de ön is, illetve az ön által képviselt párt is felszólította a lemondásra, önök is támadják Seszták Miklós, akkor mi fáj önöknek, a rezsicsökkentés, a reklámadó vagy az agrártámogatás átalakítása? Igen, én is ezt kell, hogy végig gondoljam a kérdés közben, hogy akkor most tehenem van-e, tévén van-e, csak nem figyeltem oda. Tehenem van, tévén van-e. Tényleg, ez ma a kérdés Magyarországon, kinek mi van, tehenem vagy tévén. Azt hiszem, ebben Juhász Péter, aki a mai sajtótájékoztatónkat tartott, de szintén ártatlan, mert tudomásom szerint neki sincsen se sertése, se tehene, se tévéje, se lapja. Komolyra fordítva a szót, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy Seszták urat érintően 20 milliót mindenképpen meghaladó botrány ne robbanna ki. Ezeket mi is itt az elmúlt hetekben próbáltuk elmondani, úgy ítéljük meg, hogy azért nekünk nem kell örülnünk, hogy egy nyíltan Simicska Lajos érdekköréhez köthető miniszterasszony eltávolításra került, aki hát nyilván kiszolgálta azokat a gazdáit, akik őt odaküldték. Erre sok jel volt, sok ügyben, sok személy Simicska Lajos érdekkörében ellepett állami vállalatokat, sok átláthatatlan szerződés köttetett, vagy hát ott van maga Paks, ami hát Paks 2, ami hát tényleg felháborító. És hát utána sokan örömtüzeket próbáltak elemzőként gyújtani, hogy hát itt van egy másik ember, egy tiszta ember, akiről mindenki tudta, hogy nem csak fitnessterme van Budapestnek az egyik legértékesebb ingatlanában, vagy hát területén, a Naphegy környékén. Mi Kisvárdáról sok történetet hallottunk már hónapokkal, évekkel ezelőtt, az önkormányzati kampány előtt már a parlamenti kampányban is, ahol ő kiskirályként viselkedik, elhallgattat rádiót, ellehetetlenít más politikusokat, és lám, gyakorlatilag tegnap is egy 30 millió forintos, szerintünk törvénysértő visszaélésre került. Az egy uniós pénz volt ráadásul. Így van, egy visszanemtérítendő 30 millió forintos támogatás volt, amely, hogyha bármely balközéppárti politikussal történne, akkor szerintem Polt Péter önmaga tartóztattatná le és vezetné el vezető száron azt a politikust. Viszont szabadságon van a legfőbb ügyész, és gondolom, ha visszatér szabadságával, ezt meg fogja tenni, mert egyébként ebben a kicsi, de fontos ügyben benne van az egész országnak a nyomora és a szerencsétlenség, amit Orbán Viktor ránk hozott, hogy nincs igazság. Hogy ez a politikus, Seszták Miklós, aki most már 50 millió forint korrupcióval megvádolható, de minimum vizsgálatot érdemlő kérdésben került elő, hiszen ma meg egy 20 milliós offshore céghez köthető ügyben van. Nekem kevesebb bajom az offshore cégekkel, mint a Fidesznek, de az biztos, hogy a Fidesz üldözte ezeket, és mégis hozzájutott ez a pénzhez. Ez így egyben elfogadhatatlan, és le kell mondani. Azt mondta Seszták Miklós egyébként, hogy nem is igaz, tehát nem is, nincs köze semmilyen offshore céghez, se neki, se a családjának, és ő is kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozásait emlegette a tudósítón kérdésére, de valamelyik ügyben valaki, akár az önök pártja részéről tett feljelentést? Tehát akkor, amikor arról olvashattunk, hogy állítólag 700 céget ellenjegyzett Seszták Miklós ügyvédként, és ez a 700 cég, vagy ennek többsége egy lakásba lett bejelentve, ezek aztán állítólag el is tűntek, meg se alakultak, nem tudom, mit csináltak, adót nem fizettek, hát azért itt ez jogilag is megfogható történet. Igen, itt jogilag több probléma van ezzel, én a közpénzt érintőket még erősebbeknek látom. Ott valóban az történt, hogy gyors cégalapítások a ezres nagyságrendet majdnem elérő számban alapítottak cégeket. Mi ezt a történetet hallottuk először Seszták úrról, Helmeci képviselőjelölt úr, aki nálunk politizál és sokat segített a Szabolcs-Szatmár megyei munkánkban. Ő is hozta ezt a történetet, mert hát Seszták úrról ez beszélik, ő nem a semmiből került elő, hiszen arra is emlékeztetnék, hogy volt az a több milliárd forintot érő állami infrastruktúra fejlesztés, informatika infrastruktúra Kábel. Fejlesztés, amelyben ő mint egy egyszerű ismeretlen KDNP-s képviselő tűnt fel, hát ő ennél sokkal fontosabb ember volt már szóval akkor is. Szóval tett már valaki feljelentést? Fogunk tenni ügyen. Ebben az ügyben, csak egy tapasztalatunk van. Rogán Antal ügyében is tettünk feljelentést, más ügyekben is tettünk feljelentést, mondjuk a debreceni ügyben, amikor szerintünk közpénzen utaztak Floridába, és azt tették fel a Facebookra. Tudja, abban az ügyben mi történt azóta? Én 4 levelet kaptam, és az a helyi politikusunk, aki talán ebben a stúdióban is mesélte ezt az ügyet, őt biztosan majdnem elítélték azért, mert bejelentés nélkül tüntetett. De a negyedik nyomozó hatósághoz tették át ezt az ügyet mondjuk egy hónappal ezelőtt. Feljelentést fogunk tenni természetesen, hiszen közpénzt érintően visszanemtérítendő támogatáshoz jutott úgy, hogy azok a cégek, ez a tegnapi hír volt, amelyek ott
irodai munkára és egyéb dolgokra látszottak fölvenni ezt a pénzt, valójában egy autószalonba forgathatták be ezt a pénzt, és az offshore ügy, ez lehet, hogy jogilag valószínűleg így formálisan rendben van, itt az a probléma, hogy offshore cégen keresztül megint ugyanarra a helyre jutott el a pénz. Az Európai Uniós pénzeknek is nagyon szigorú ellenőrzési rendszere van, tehát ott is lehet valami bejelentést tenni szerintem, hogyha valaki bármi olyan visszaélést támogat. Nem tudom, hogy Lázár Jánosnak kell ezt a bejelentést tenni, mert most már az uniós pénzek ő hozzátartoznak, de uniós forrásokat autószalonra háromszor is, ráadásul ugyanarra, azt így lehet. Tehát ha van egy autószalonom, akkor megpályázom, hogy nem tudom, tehát már van, és akkor kérek hozzá pénzt, és akkor kapok is, háromszor is. Az biztos, hogy kisegítette ezt a céget, mert pár év veszteségesség után, most a múlt évben már ez egy eredményes cég, pozitív mérleggel. Ez az autókereskedő? Így, tehát abban megnyugodhatunk, hogy az az automárka, ami erről mit sem tehet valószínűleg, de az a konkrét kereskedés, az ott pozitívba fordul, de hát ez közpénzzel történt, az... Ha jogilag ebben a formában lehet, hogy törvényes is, de mindenképpen a körülmények között felvetődik az, hogy törvényellenes. Ebben az ügyben nyilván Jávor Benedek európai parlamenti képviselő kollégánk fog ebben eljárni. Mi egyébként is készülünk egy átfogó levelet írni az Európai Bizottságnak szeptember elején. Nem hamarkodjuk el, mert jó anyagot szeretnénk írni, hanem is túl hosszút, amelyben a state capture-t, az államnak korrupt, fideszes oligarchák általi fogvatartását, azt, hogy a civil szervezeteket Orbán Viktor támadja, de most ezt nem akarom ide keverni, és azt, hogy a sajtószabadságon is támadás folyik Magyarországon, egyben föl fogjuk emlegetni, az Európai Unió korrupcióellenes hivatalától mindenki fél ebben az Európai Unióban, joggal, mert egy komoly nyomozati lehetőségekkel is felruházott szervről van szó. Na akkor nézzük ennek az egész SESTÁG történetnek a hátterét, bár ha azt nézzük, hogy derüljön ki az igazság, történt-e bármiféle visszaélés, büntetőjogilag, erkölcsileg, etikailag, az egy része a történetnek, az derüljön ki, ha volt ilyen, akkor tudjunk róla. A másik része a történetnek, hogy ki az, aki folyamatosan placra dobja SESTÁG Miklós viselt dolgait ügyvédi munkásságából, és milyen céllal, hogy a Magyar Nemzet is igen tekintélyes újságírója, tekintélyes terjedelemben SESTÁG Miklós lemondását követeli, hát akkor az ember már egy kicsit kezd gyanút fogni. Utána meg még jön a kormány szóvivő, és azt mondja, hogy a rezsicsökkentés reklámodó meg az agrártámogatások miatt valamilyen sérelmet szenvedő ember vagy emberek vagy csoportok teszik mindezt. Akkor ez mégiscsak valami Simicska Orbán háború? Lassan ott tartunk, hogy Kun Miklósnak valamelyik a előző század első felének történetét összefoglaló, a kremlinológiáról szóló kötetét el kéne olvasni ahhoz, hogy értelmezhessük, hogy mi folyik a Orbán Viktort körülvevő oligarchák környezetében. Egy dolog biztos, egyik csapat is, másik csapat is úgy tűnik, hogy lopni jár be az állami hivatalokba, állami szervekhez. Ez önmagában elfogadhatatlan, és én nem tudok annak örülni, hogyha Simicska Lajos azért szorul hátra, mert esetleg más emberek meg előrébb kerülnek, mert egy gyanunk egyelőre nincsen, hogy a tisztesség, a transzparencia, az átláthatóság, a szerződések nyilvánossága az nem teremtetett meg azóta, hogy SESTÁG úr vezeti azt a tárcát, tehát okunk egyelőre azt feltételezni, hogy itt most egy radikális fordulat történt a kormány korrupcióellenes harcában, ezt nem érezzük innentől kezdve. Én azt gondolom, hogy folyik egy érdekháború, egy újra kétharmadot nyert Orbán Viktor és Fidesz elitjében. Ebben az érdekháborúban valóban egyébként nagyon sok olyan áldozat van, mint a mezőgazdasági területen, ahol tényleg nem csak az a néhány nagy gazda, ilyenkor mindig Csányi Sándorba szoktak belerúgni, e tekintetben sokszor érdemtelenül, és másokba, de közben egyébként ott van mögöttük sok százezer gazda földtulajdonos, ami szétveri azt az ágazatot. Innentől kezdve én egyet tudok. Ezek az urak rendezzék el egymás között ezt a dolgot, ne lopjanak tovább, és egyébként ne kelljen nekem ezt megértenem, hogy ez most kinek jó, hogy az egyik ember helyett a másik lop, mert ez elfogadhatatlan. Hát mondjuk, akit az agrártámogatási rendszer átalakítása miatt majd most a gazda, a vállalkozó gazda utcára küld, szerintem azt se fogja nagyon érdekelni, hogy ez most oligarha háború része avagy sem, hanem elveszíti a munkáját, és bizony nagyon nehéz helyzetbe kerül. Na hát várjuk a holnapi Magyar Nemzetet, hogy mi derül ki SESTÁG Miklósról, vagy a nem tudom, kormány.hu-t, hogy mi derül ki a Magyar Nemzetről, vagy nem tudom, hogy ki üzen majd kinek. Egyeztetések. Nem tudom, hogy mai napon történt-e valamit. Tegnap egyeztettek az ellenzéki pártok, és nagyon bizakodóan nyilatkoztak. Ön is hasonlóképpen bizakodó, mint mondjuk a szocialisták, őket tegnap már megkérdeztem, hogy a jövő hétre már lesz valamiféle megegyezés? Szerintem jövő hét hétfőre meg kell tudnunk állapodni, mert további
idővesztessenek ebben a kérdésben, nincs helye. Meg kellett várni az Alkotmánybíróság döntését, meg kellett várni, ami egy szégyenletes döntés volt sajnos szerint, véleményem szerint, meg kellett várni nyilván a tisztújítást, a Magyar Szocialista Párt, ez teljesen méltányolandó szempont volt. Most már minden feltétel adott ahhoz, hogy megállapodjunk. Történt érdemi előrehaladás a tegnapi tárgyaláson. Én egy dolgot tartok fontosnak. Nem a személyi kérdések fontosak egy ponton túl, hanem az, hogy a tavaszi két választás világosan megmutatta. Budapesten a választók inkább balközéppártokhoz tartozó polgármestereket és helyi vezetőket szeretnének. Igen, tehát ehhez személyi kérdések tartoznak. Így van, és ezeket a személyi kérdéseket egyenként végigrágjuk, ennek ideje van, ezt végigrágtuk szerintem döntően. Ma már ott tartunk a tárgyalásban, hogy a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM Szövetség között, a két új ellenzéki erő között érdemben konfliktus nincsen, és a Magyar Szocialista Párttal pedig nem konfliktus van, hanem még fel kell oldani néhány olyan ellentmondást, amit az elmúlt hetekben nem sikerült. Igaz az, hogy Karácsony Gergely vagy Balázsovics Lajos két név maradt már csak fenn az egyeztetések rostáján. Több név van főpolgármester ügyben, azt nem tudom számolni, ezek a nevek is felmerültek, ugyanakkor főpolgármestert érintően én nyilvános találgatásban nem tudok belemenni. Több rétege van a mostani tárgyalásoknak, nyilván kell beszélni arról, hogy szerintem akár 15 budapesti kerületben is lehet baloldali, balközép, kicsit szabad elvű, kicsit baloldali polgármester ennek a városnak. 15? Én szerintem ebben biztos reális céllal neki lehet futni ennek. Az a célunk, hogy ennyi kerületben egy polgármester jelölt legyen, és mögöttük közös egyéni ország önkormányzati képviselőjelöltek legyenek közös kompenzációs listával, mert az Együtt PM Szövetség csak egyet hangsúlyozott. Amellett, hogy mi vidéken, számos városban és az összes megyében önálló megyei listával indulunk, azt tanultunk meg az európai parlamenti választásból, hogy nem az összefogást önmagáért kell keresni, hanem a sikeres embereket, a nyerhető, megcsinálható kerületeket, ahol jobb politikát lehet helyben folytatni, mint a fideszesek, és ezeket elő lehet állítani. Ebben mi maximálisan partnerek vagyunk. Én ezért voltam optimista a tegnapi tárgyalás után, mert ebben érdemben léptünk előre. Én meg is köszöntem a Magyar Szocialista Pártnak azt, hogy ebben partner volt és előre tudtunk lépni. Vannak még megoldandó kérdések, nyilvánvalóan rengeteg önkormányzati választókerület van, e hétfőre így vagy úgy le kell zárni a tárgyalásokat. Hát akkor most már nincs más, mint hogy megvárjuk a hétfőt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Rövid reklám, aztán folytatjuk fővárossal, és annak azon belül is a metróval, a metró felújítással. Horváth Csaba lesz a vendégem, Kiss Zoltán epidemiológussal, valamint Szelestei Lajos külügyi szakértővel, újságíró kollégával fogok beszélgetni. Maradjanak velünk.